Főhősünk Bonyai Péter blogja mellett van egy másik blog is a neten, amit sokan olvasnak, akiket érdekel ez a téma. Ezt a blogot egy 20 éves lány írja, aki 11 éves korában édesanyjával ment ki az Egyesült Államokba, hogy belépjenek az egyház elit csapatába. Te hogy kerültél kapcsolatba a Szientológia Egyháza? Hát nekem már a szüleim is szientológusok voltak, olyan 1-2 éves lehettem, amikor ők megismerkedtek vele. Igazából apukám hozta be így a családba. Otthon maximum annyiban került elő, hogy vannak az úgynevezett asszisztok, amiket például olyankor kell, ha például valaki megsérül, akkor van ilyen úgynevezett touch assist, hogy így érintéssel az érintett területeket, illetve a többi területet, így azt mondja, hogy érezd az ujjam, és akkor megérinti ezt a területet. És tényleg akkor te például nem kaptál gyógyszert? Nem tudok róla, hogy nagyon, inkább vitaminok, mindig minden vitamin. Szóval anyukám úgy csatlakozott a Sziorghoz, hogy ő auditornak fog tanulni. A Sziorg az, majd lehetne a legkönnyebben mondani, szóval így a kemény magja a szientológiának, szóval aláírnak egy ilyen 1 milliárd éves szerződést, hogy ők aktívan a világ megmentéséért, klirétételéért, meg nem tudom miért fognak dolgozni. Hogy mondjam, én mindig is nagyon anyás voltam, és elég nehezen viseltem azt a tényt, hogy most anyukám el fog tűnni, ki tudja mennyi időre, és ki tudja mikor jön vissza, és mikor látom újra, és úgy egyáltalán. És hát így megkérdeztem, hogy van-e remút, hogy én is kimenjek vele, és szóval nagy meglepetésemre az volt a válasz, hogy igen, én is kimehetek anyummal. Így ennek az lett végül az eredménye, hogy öcsém itthon maradt apukámmal, én pedig kimentem anyámmal a Sziorba. 4 hónapot Los Angelesben töltöttünk, ahol is anyukám ugyebár megkezdte a képzését auditornak. Én ugyebár pedig a kadettorba kerültem, ami a Los Angeles-i szientológus bázisnál, ez kim volt egy rancson, kb. 50 km-re Los Angeles konkrét városától kinn a hegyekben. Édesanyjával találkoztál, vagy mondjuk? Nagyon kevésszer. Szóval az alatt a 4 hónap alatt, amíg Los Angelesben voltunk, ilyen 2-3 hetente lehetett úgynevezett misszióra, küldetésre menni. Olyankor láthattam anyumat. Nem beszéltem jól a nyelvet, kiszorítva éreztem magam a társaságban, nem tudtam beilleszkedni. Nagyon sokat voltam egyedül, sírtam. Például konkrétan emlékszem arra, hogy amikor ott kint voltunk, akkor jött meg először a menstruációm, és nem tudtam senkihez fordulni, hogy mégis mi a fene történik vele, mit kéne csinálni, normális ez vagy. És ez nem anyukám hibája, de például próbáltam telefonálni neki, hogy mit évű legyek, és bent a szervezetben annyit mondtak, hogy anyukám most tanfolyamteremben van, ezért nem hívhatják a telefonhoz, mert ilyenkor nem zavarható. Nyilván én biztos, hogy benne nem anyukám mondta ezt neki. Anyukámat áthelyezték Clearwater, Floridába, hogy ott folytassa a képzését. És hát amikor megérkeztünk ide, azt gondoltam, hogy ha én is csatlakozom a Sziorghoz, akkor majd sikerül elérni, hogy valami hasonló helyen dolgozzam, mint anyum, és akkor legalább együtt dolgozunk, és többet láthatom. És így anyukám igazából hiába ellenkezett a toborzó tiszt, igazából így gyakorlatilag lepiszegt anyukámat, hogy én is egy olyan, ugyanolyan tetem vagyok, mint bárki más, csak kicsi testben, ezért ugyanúgy képes vagyok felelős döntéseket hozni a saját jövőmmel kapcsolatban. Úgyhogy hajrá! És akkor 11 évesen aláírtál egy szerződést 1 milliárd évre, hogy Sziorgtag leszel? Igen. Megcsináltam a tanfolyamot. Akkor utána már végre legalább egy helyen dolgozhattál anyukáddal, vagy utána? Nem, már igazából így, amikor így végeztem a FU-val, akkor így jött egy emberke, és hát így megkérdezte, hogy hol szeretnék dolgozni. Én mondtam, hogy ugye bár én is szeretnék auditornak tanulni, mint anyukám, akkor legalább tanfolyamokon együtt lennék, és hát igazából majd nem kiröhögtek, hogy hát ahhoz, hogy valaki auditornak menjen, ahhoz le kell előbb tenni valamit az asztalra. Ő a coach buildingben tanult, tanfolyamteremben, képzésen, én pedig a Fort Horizon épületben dolgoztam a HGC-ben. De méterek választottak el titeket? Nyilván méterek, de hát ha reggel 8-tól este 10-ig dolgozol, nem mehetsz át akármikor a másik épületbe, csak úgy. És akkor ott mennyit találkoztál az anyukáddal? Hát amikor sikerült közös szabít
összehozni. Gyakorlatilag még kevesebbet, mint mikor Los Angelesben kadettorban voltam. Seattle-ban az van, hogy elvileg 2 hetente lehet egy nap szabid, hogyha felfelé megy a statisztikád. Ugye bennünk ilyen heti alapon minden embernek a munkaköréhez van hozzárendelve egy statisztika, ami méri, hogy hogyan teljesít a munkakörében, és hogyha az nem felfelé mész, szóval nem termeltél többet, mint előző héten, akkor nem igényelhet szabadságot. És ugyebár vannak személyes statisztikák, meg ugyebár vannak az egyes egységeknek, divízióiknak is statisztikáik, és van olyan például, hogyha a divízió statisztika nem megy felfelé, szóval az nem termel többet, akkor tök mindegy, hogy a saját statisztikád javult, akkor sem vehetsz ki szabit. Tehát akkor 14 naponta egy fél nap szabadságod van. Ha felfelé megy a statisztikád, igen. Seattle-ból tudni kell, hogy egy kicsit ilyen paramilitarista rendszerű az egész szervezet, szóval vannak rangok, rendes rangjelzések, meg minden, és hát mint akár a hadseregben, szóval ha feletteset mond valamit, akkor az úgy van, az meg egy... Egyenruhába járkálnak az emberek? Igen, például ilyen osztályszintű, ilyen kicsit kosztümi jellegű egyenruhák voltak, de minden osztálynak más színű. Hogy mondjam, nekem így a munkahelyemen voltak bonyodalmak, nem nagyon jöttünk ki a főnökömmel. Teljesen mindegy, hogy mit csináltam, a statisztikák alacsonyabb voltak, és ez mindig rajtam csattan, mert olyan jellegű volt a statisztika, hogy nem volt ráhatásom. És ha ilyenkor ezt szóval teszed, hogy hát nem miattad van az alacsony statisztika, az hát egy nagyon nagy fekete pont. Üvöltöztek veled, vagy hogy? Elég sokat, igen. Szóval voltak összeszólalkozásaink a főnökömmel nagyon sokat, mert én szóval tettem, hogy ne haragudjatok, ne rajtam csattanjon az ostor, ha egyszer nem az én felelősségem. Még most is exkluzálod magad. Tehát ez ilyen mély nyomot hagyott benned, hogy... Igen. A legmélyebb nyomat ezek a viták a különböző főnökeimmel a HGC-n belül. És nem voltak arra tekintet, hogy 11 éves gyerek, és hát most mit várnak el? Nem, egy ugyanolyan tetem vagyok, az, hogy kisebb a testem, az semmit nem von az én felelősségemből, vagy képességeimből, csak ugyanúgy kezeltek, mint bármelyik más szivartagot. És anyukádnak nem panaszoltad, hogy milyen szörnyen érzed ott magad? Nem, mert én ezt úgy éltem meg, hogy... Anyukám akart idejönni. Én úgymond ráerőszakoltam magam, hogy belejöhessek, és teljesen úgy éltem meg, hogy én nem tehetem azt anyukámmal, hogy most, ha már egyszer kikünyörögtem, hogy belejöhessek, akkor tönkreteszem úgymond az ő boldogságát, vagy az ő álmait, amikor végre megvalósítja magát, azt csinál, amit szeret. Szóval, hogy nem tudom, nekem meg kell becsülnem azt, hogy ennyiszer látom, és kész, és ki kell bírnom a többit. És apukáddal nem beszéltél telefonon? Nagyon ritkán tudtunk, mert hát nemzetközi hívás, és azt nem nagyon szeretik, mert sokba kerül. És neki sem mondtad akkor? Nem. Apukám egyébként teljesen büszke volt ránk, hogy wow, a volt feleségi, meg a lánya is szivartagok, és itt megmentik a világot. Innen volt egy ilyen kommunikációs szoba, ahol minden embernek volt egy fakja, ahova jöttek a saját levelei, és ebben a szobában egy ilyen eldugott részben találtak egy cigis dobozt, és valamiért összekötötték velem, hogy biztos én cigisztom a zubban, és hogy ez milyen tűzveszélyes, és nem tudom mi, és emiatt engem etikára küldtek egy hónapra, szóval egy hónapig távol voltam a HGC-től, és ez idő alatt én abban az épületben, ahol anyukám tanult, ott a tanfolyam termi ilyen szertáros nénivel dolgoztam, neki segítettem ki, amíg ugye beretikai kezelés alatt álltam, és azt a munkát nagyon élveztem. Szóval akkor a főnök meglátogatott engem ugye beri etikán, és mondta, hogy hát szükségük van rám, nekem muszáj visszamenni, és igazából hiába mondtam neki, hogy én nem szeretném, és sokkal jobban szeretném a másik verziót, amit már így megbeszéltünk az etika tisztel. Igazából ki lett jelentve, hogy aláírtam a Seattle szerződést, abban benne van, hogy oda vagyok, oda helyezhetnek, ahova csak akarnak, és nincs igazából beleszólásom a beosztásomhoz, úgyhogy igazából nincs más választásom, nekem muszáj visszamennem a HGC-be. És hány órát dolgoztál egy nap? Reggel 8-tól este 10-ig, fél óra ebédszünet, 45 perc vacsoraszünet. És akkor tulajdonképpen más nem csináltál, csak dolgoztál? Kivéve a szombatokat, mert
úgy működött, hogy a kiskorúaknak ugye bekötelező volt iskolába járni, és ezt úgy oldották meg, hogy szombatonként egy napot a reggeli takarítási feladatok után, délután egytől megkezdődött a suli, és ilyen tanfolyam jellegűen. És összesen 3 évig voltál ott kint, tehát 14 éves korodig. Igen, majdnem 14 éves koromig. Szóval ilyen 4-5. És mint 2 év után se beszélgetetek arról az anyukáddal, hogy ez nem normális? Nem tudtam felmérni, hogy ez normális-e vagy sem. De ő? Nem meséltem neki arról, hogy milyen gondjaim vannak a munkahelyemben. Mint mondtam, nekem úgy, én ezt úgy éltem meg, hogy ha már kijöttem, és láthatom néha-néha, nem tettem tönkre azzal, hogy közben, szóval... De hát azt tudta, felnőtt volt, és tudta, hogy te reggel 8-tól este 10-ig dolgozol, és szombat délután jársz iskolába, ezt ő tudta, nem? Igen, ezt tudta. És ezt ő normálisnak tartotta? Nem hiszem, de nem nagyon volt mit tenni ellene. És ő mit csinált? Ő tanfolyamon volt, egy auditornak tanult. És mi lett a vége? Hát az lett a vége, hogy 2004 júniusában hát úgymond elszakadt a cérna. Pont olyan időszak volt, amikor így kollektíven az egész osztálynak alacsonyak voltak a statisztikái, és emiatt így megszorítások voltak, szóval például ebédidő meg vacsora idő közben is dolgozni kell, és hát vagy hoznak kaját, vagy nem. És az történt ezen a napon, hogy mondjuk nem tudtam elmenni enni, és ezzel lementem, és a lehető legolcsóbb dolgot, amit találtam, azt vettem és megettem, és ezt látta hát nem a közvetlen főnököm, hanem a főnököm ezt kiakadt rám, hogy miért nem eszek rendesen. Megbeszéltük, hogy nekem rendesen kell lenni, mert hogyha rendesen eszek, akkor kevesebbet akadok ki, és akkor kevesebb a vita, és nem tudom mi. És igazából ebből jött ki a vita, hogy ugye bár egyrészt azt mondják, hogy nekem akkor is rendesen kell lenni, amikor megvonják a kajaidőt, de közben megvonják a kajaidőt, és nem engednek el lenni. Szóval kettős mércelé vagyok állítva, tök mindegy, hogy mit csinálok, megszegek egy utasítást. Szóval mindenképpen bajba kerülök, és ezt szóval is tettem, hogy várhatják el, hogy mindkettőt egyszerre teljesítsem. És ezen kiakadt a főnököm, hogy én hogy merek neki feleselni, és felpofozott, és itt szakadt el teljesen a cérna, és gyakorlatilag nekiugrottam, és ütöttem, csíptem, haraptam, húztam a haját, ahol csak értem, mert egyszerűen kész, elegem volt, nem tudtam tovább elviselni, hogy folyamatosan olyan elvárásoknak kell megfelelnem, amelyet egyszerűen lehetetlen teljesíteni, lehetetlen egyszerre ott lenni, és nem ott lenni. És hát emiatt természetesen megint etikára kerültem, és hát úgymond kilátástalannak láttam a helyzetemet, mert azért amikor az etika tisztek abba hagyták az ordibálást, akkor kikéreckedtem WC-re, és úgy bejtettem az orvosi szobát, ahol tudtam, hogy az első segédobozban van egy szike, és bezárkoztam bele a WC-re. És hát fel akartam vágni az ereimet. És hát fel is vágtam. Egyébként az az érdekes, hogy egyáltalán nem kerestek, csak azért kerestek, mert hétfő este volt, és hétfő esténként mindig ilyen kollektív kazetta hallgatás volt. Az összes embert becsődítik így egy ilyen nagy előadóterembe, a Fort Horizonban auditoriumnak hívták azt a termet, és Aaron Hubbard régi előadásokat hallgattunk. És ott mindig névsorolvasás van, nézik, hogy ott vagy, és nem voltam ott nyilván a névsorolvasáson. És az etika tiszt jött keresni, és hát megtalált a WC, és hát mondta, hogy miért nem vagyok lent azonnal, menjek le, és hát mondtam, hogy nem tudok lemenni. Először észre se vette, hogy valami nem stimmel. És... De folyt a vér? Hát akkor már nem annyira, mert szűnyén hangzik, de hát nem... Fogalma nem volt 13 évesen, hogy kell jól felvágni az ereidet. Szóval csak felületi sérüléseket sikerült okozni, de amikor megmutattam neki, akkor így elszörnyedt, és azonnal anyukámat hívatta, akkor levittek egy ilyen kihallgató szobába, és emitterre tettek, ez ugyebár ez a kis elektromos műszer, amit ugyebár auditálásnál is használnak,
Sokan azt szokták mondani, hogy hasonló elven működik, mint egy hazugságvizsgáló, igazából a test feszültségváltozásait méri. Szóval még mielőtt egyáltalán elvittek volna orvoshoz, hogy összevarják a kezemet, előtte még kihallgattak. Elvittek ugyebár orvoshoz összevarni a kezemet, szerintem egyébként az orvos is szientológus volt, szóval hogy még véletlenül se tudjon ki a dolog. És hát aznap este ugyebár nem aludhattunk anyummal a szálláson, kivittek minket Tampába, egy városszéli motelba, ott aludtunk, és az első repülőn, ami több csatlakozással Magyarország felé ment, arra feltettek minket. Egy kicsit ilyen, mondom, szürreális, meg fura, meg olyan mesébe illő dolog volt, hogy hazamegyünk. Olyan fura volt, egy olyan végkifejlet, amire egyszerűen el sem bírtam előtte képzelni. És amikor hazafelé ültünk a repülőn, nekem fogalma nem volt, hogy mi lesz azután. A lövésem nem volt, hogy mi következhet. Újra láthatom apámat, öcsémet, a nagyimat, otthon leszünk, de... És anyukád mit mondott? Egyébként ez úgy működött volna, hogy anyukámat csak szabadságra küldték, hogy hazahozzon engem, és biztosítsa, hogy apukámnak jó, apukámnál jó helyen legyek, és minden rendben legyen, és akkor neki vissza kellett volna mennie. Itt, ez volt 2004. június, mint tudom, én számoltak pár hónapot, hogy úgy megnyugodjak, meg nem tudom mi. Max egy évet, és őt vártak volna vissza, nagyon sokszor hívták is, meg zaklatták, meg mi egymás, hogy menjen vissza. De hát szerencsémre szóval nem volt olyan fanatikus, mint például apukám, szóval neki egyáltalán nem esett nehezére, hogy a történtek után úgy, ahogy van, hátat fordítson nekik, és az én oldalamra álljon, nem egyáltalán nem esett nehezére. Valami hasonló reakciót vártunk volna apukámtól is, hogy hazajöttünk, de én inkább csalódásnak éltem meg, hogy ő büszke volt ránk, hogy mi szivattagok vagyunk. Amikor elmeséltem neki, hogy konkrétan miket éltem át kint, és hogy megpróbáltam öngyilkos lenni, ő gyakorlatilag azt mondta, hogy ilyen nem létezik a szintonyában, ez biztos valami félreértés, én hazudok, ilyen nincs. Továbbra is szintológus egyébként. És akkor itthon voltunk, beköltöztünk a nagyimhoz. Volt egy program, amit írtak nekem, amit kötelezően meg kellett csinálni egy szientológus, neurológushoz. És a szientológus, neurológus, ez mit mondott, vagy ez elmentél? Igazából vitaminokat írt fel, amiket fednem kell, hogy ilyen B12, meg nem tudom miket, mert az javítja így a nem tudom miket is. Ez, hogy B12 vitamint írt fel, hogy az agyon... Mindenféle vitaminokat kell szednem, meg nem tudom igazából ennyi. Tehát, hogy azóta is, vagy az elmúlt 7 évben magad próbáltad, vagy a barátod segítség az egészet feldolgozni. Igen. Most elmennél pszichológushoz, vagy? Igazából az igazság, hogy vannak ilyen dolgok, amiket annyira beléd nevelnek, hogy még most sem tudom, hogy rá tudom. Még mindig óckodom a pszichológusoktól, pedig logikusan, végig gondolva nem lenne erre semmi okom, soha nem látottak nekem, csak azok az infókat tudom, amiket a pszichológusoktól kaptam. De nagyon rosszba vannak velük, mert hogy szerintük egyébként keverik néha a pszichiátria meg a pszichológia a terminológiát, szóval őket teljesen egy kalap alá veszik, pedig teljesen ugyebár más módon praktizálhatnak, de általában a pszichológusokat is pszichiáterként kezelik, ők pedig felírhatnak mindenféle gyógyszereket, amiket általában gyűjtőnéven drogoknak hívnak, amik ugye betudatmódosító hatásúak, és hogy ez mennyire káros dolog, és ezzel csak ártanak a betegeknek, meg hasonlók el szokták ugye mondani a pszichiátriáról a szientológusok. Szóval egy jó ideig még úgy gondoltam, hogy lehet, hogy a szientológia attól még működhet, csak az én hibám. Egyébként nagyon sokáig magamat hibáztattam, hogy én nem tudtam megfelelni az elvárásaiknak, hogy én voltam rossz szivartag, és ezért történtek ezek velem. És ott nem volt senki, aki azt megbeszélte, de még nem az édesanyját, hanem mondjuk kollégád, vagy akivel együtt kajátok. Nagyon durva visszacsatolási rendszerek vannak a szientológián belül, mármint így a szivargon belül is, hogy
bármilyen ilyesmit, ha valaki panaszkodik, vagy rosszat mond a szientológiáról, vagy a szervezetről, vagy a főnökeiről, vagy a feladatairól, vagy akármelyről, kötelességed egy jelentést írni róla neki az etikának. Gyakorlatilag azt nevelik beléd, hogy neked muszáj besúgni. Muszáj a másikról jelentést írnod. Van, hogy kényszerítenek arra, hogy abortuszt csinálj. Tehát mondjuk két házas szior tagnak se akarják, hogy gyerekük legyen? Nem lehet gyerekük, nem. Szior tag, tehát házas szior tagnak nem lehet gyerekük? Nem. És hogyha valaki megfogan egy gyerek, akkor szorgalmazzák az abortuszt? Igen. És hogyha ha minden áron nem akarsz abortuszt, akkor meg kirúgnak a szivarból. De akkor nem gondoltad, hogy ez egész egy őrültség, és nem fogtad a kalapotat vagy a csomagodat, és nem menték ki az utcára? És mit kezdek Amerikában 12-13 évesen az utcán? Gyakorlatilag semmi pénzzel. Hova mehetnék? Sehova. Arra nincs pénzem, hogy repülőjegyet vegyek és hazajöjjek. Ha meg hazajönnék, akkor itt lenne apukám, aki totál csalódott lenne, és fogalmas. Neki az volt a legnagyobb büszkesége, hogy én szívottag vagyok. De nem hívtad fel, és azt mondani neki, hogy apu, figyelj. Ez... Lehetett minden telefonbeszélgetést ellenőriznek. Nem... Te nem merted mondani a telefonon? Nem lehet. Etikai bajba kerülök, hogyha én egy publicnak azt mondom, hogy gond van. Tehát legjobb rabszolga voltál? Igen. Igen. És nem mertél szólni senkinek? Nem, mert... Mert senkiben sem bízhatsz. Benne van a szervezeti kultúrájukban, hogy ott van ez a besúgó rendszer. Nem tudhatod, hogy mit fogsz visszahallani a főnököttől, vagy az etikatiszttől. Mindent ellen, az életed minden aspektusát ellenőrzik. És akkor az utolsó, végső kiutat abból láttad, hogy fölvágod az ereidet? Igen, mert úgy éreztem, hogy nem tudok semminek sem megfelelni, semmilyen elvárásnak, nem vagyok jó szívottag, nem csinálom jól a dolgomat, nem is tudom jól csinálni, nem tudok, hogy mondjam, agyatlan robottá válni, és beállni a sorba, mint mindenki más. Nem tudtam végig gondolni azt, hogy anyummal mi lesz, vagy hogy a szívottnak ez mit okoz, vagy hogy esetleg ők, nekik ez, hogy mondjam, ilyen PR gondot okozna. Egyszerűen képtelen voltam azon kívül másra gondolni, hogy én itt tovább nem tudok élni, és ennek véget akarok vetni. Nyilván így utólag örülök, hogy élek, meg sok minden olyat csináltam itthon, amiről el sem tudtam képzelni, hogy én valaha csinálhatom ezt újra, például rendesen iskolába járni, az, hogy barátom volt, rendes, normális párkapcsolatom, hogy rendes gimibe járok, hogy felvesznek az egyetemre, hogy köztársasági ösztöndíjas leszek, lett nagyon sokáig, nagyon nehezen aludtam, mondom, spontán módon bármikor elbüktem magam, ha eszembe jutott, hogy mi volt kint, vagy hogy öngyilkos akartam lenni. Emiatt is nagyon sokáig ostoroztam magam, hogy voltam képes ilyet megtenni magammal, meg egyáltalán anyummal, hogy mi lett volna, ha én meghalok, és akkor az többieknek mit okozott volna. És írsz egy blogot anonim néven. Igen. Azt mondtad, hogy ha 2-3 évvel ezelőtt keresünk meg, akkor biztos, hogy nem nyilatkoztál volna, hogy most eldöntötted, hogy mégiscsak elmondod, hogy kamera előtt eltorzított hanga és eltorzított képpel ezt a történetet, hogy nem mered felvállalni, vagy félsz valamitől még most is, vagy úgyhogy mi az ok annak, hogy nem mersz a nyilvánosságra lépni, és azt mondod, hogy ilyen dolgok történnek. Egyrészt a szientológusok ugranak minden negatív PR-ra, szóval ha bármi negatív felkerül róluk, akkor arra ugranak. Perrel fenyegetőznek, zaklatnak, stb. Etikai kezelések alá akarnak venni, meg akár elnyomó személy is nyilváníthatnak meg. Nyilván, hogyha tudnak olyan dolgokat is rólad, szerintem akár zsarolhatnak is velük.
Szóval például ezért sem merik egyesek elhagyni a szientológiát, mert félnek attól, hogy esetleg visszaéljenek az adataikkal. Persze ők folyamatosan mondják, hogy ezek, például az auditálási mappákhoz csak az auditorod, és az úgynevezett case supervisor, szóval az esetfelügyelőd férhetne hozzá, de ott dolgoztam, és nem egyszer volt, hogy láttam, hogy más ütele nézett. A másik meg ugyebár az etikai folderek, az ugyebár az etikatiszt használja, de arra nem tudok ilyen szigorú szabályozást, hogy senki nem nézhet bele, és igazából ott vannak a nagyon durva dolgok, amik ilyen nem auditálás, hanem ilyen úgynevezett fact-checkek, security checkek alatt derülnek, ami gyakorlatilag egy kihallgatás, ugyanúgy elméterem vagy, mint egy auditálásnál, de ilyen kihallgatás jellegű. És mit kell kérdezni? Követi le bármilyen bűntényt, csináltál le valami rosszat, szexuális szokások, mindent, amit csak el lehet képzelni. A másik meg az, hogy igaz, hogy nem sok kapcsolatom van apámmal, de ő az egyetlen apám, és ő még mindig szientológus. Hogyha én ezt most névvel így kiállnék, és elmondanám, még így is lehet, hogy el fog jutni hozzá az infó, és felismeri a történetet, és tudni fogja, de nagy valószínűséggel ennek az lenne a következménye, hogy ő megszakítja a kapcsolatot velem, és mindenkivel, aki kapcsolatban áll velem. Tehát öcsémnek is megszakadna a kapcsolata az apámmal. Nem tudom, hogy lesz-e valaha olyan időpont, amikor azt mondom, hogy igen, teljesen a hátam mögött hagytam, és semmiféle ráhatása nincs az életemre már a történteknek.